mindenkit! Következő szilveszteri tűzijáték bemutatón, amit a Gábor emlékére, aki az előző filmeket készítette, és sajnos már nincs közöttünk, készítünk. És először is felhívom a figyelmet a biztonságos tűzijáték használatra. Nagyon fontos, hogy olyan helyen csináljuk, ahol nincsenek kisgyerekek, össze-vissza rongálnak, és kutyák, akik megsérülhetnek, és lehetőleg semmilyen más emberre ne jelentsen veszélyt, amit csinálunk. Tehát egy viszonylag szabad területen állítottuk fel a vízzel teli üveget, amit biztonságos, vízszintes felületen helyeztünk el, és ebbe fogjuk különböző méretű rakétákat elhelyezni, miután ugye leszedtük, és ez egy kicsit lehet, hogy tovább fog tartani, a műanyag borítását a kanócnak, ami ugye védi, hogy ne sérüljön meg. Ezt levesszük, és utána elhelyezzük ugye ezt a fa eszközt a vízbe, és elindul a legnagyobb rakét, aztán majd egy kisebb akkor. A tűz meggyújtásához pedig a kerekpesi temetőben vásárolt tűzgyújtó eszközt használ, ami abszolút biztonságos, és talán még működik is. Na nézzük! Ide is mondjad az Nézzük akkor meg a kis rakétát. Van kisebb, közepes, mindenféle méretű. Hát ez nem nagyon le. Na most lejött. Tehát ezt a kis műanyag védő borítást eltávolítjuk, és utána pedig ugye itt szabaddá válik a kanóc, és a fát belehelyezzük az üvegbe, és elindítjuk a segéderők azok nem annyira szorgalmasak. Ez volt a legkisebb rakéta? Ez volt a legkisebb. Még egy. Na vigyázz! Takarjad a kamerát! Elrontod az egészet! Ilyet vezek a Gáborra, amikor csináltuk, nem volt ilyen zűrzavar. Na mindegy. Ez megint egy kis rakéta. Majd mindjárt egy közepeset is megmutatok. Na, most nézzük! Nem baj az! Itt egy közepes rakéta! Ez most elég könnyen lejött a védőkupak, tehát ez a közepes. Összesen négy fajta rakéta van, a legnagyobb, a legkisebb és két közepes. Ez most a kisebb közepes rakéta. Na akkor nézzük a nagy közepes rakétát. Az operatőr reakció ideje, késés szenvedett, de mindegy. Most a nagy közepes rakétát nézzük meg. Ez így néz ki, már el is van távolítva a védőkupak. Annyira fürge ez az ember, hogy nem.
van valami. Meghajlás vagy ilyesmi. És nézzünk meg egy nagy rakétát. Azt a kurvélet. Még egyszer. Ezt hogy fogom felrakni? Hát nem kicenzúrázok majd ezeket a beszólásokat. Nem tud YouTube-ra bármivel megjelenni. Ezt nem tudom levenni. Várjátok mindjárt. Ez már 5 perc. Jó, hát ez lesz az utolsó. Csak kérdezem, hogy... Mi van? Ne röhögjetek! Gyere ide, Boróka! Kapjad a végét. Már meglazítottam. Ennyi. Köszönjük a részvételt, és csak biztonságosan rakétázzatok szilveszterkor is. Boldog új évet!